Sziasztok, sziasztok! Ébredj Magyarország, ébredj magyar! Most törnek a fejek föld párcát. Emlékszel még, a WHO kötelezi a digitális igazolvány bevezetését. Nem sokára aláírja se kell a paktumot. Stop WHO, stop oltás, stop Fidesz! Hallgass csak végig, vitatkozó feleket. Olyan kivondulat. Ezért hivatkoztat a Fidesz például erre az amerikai finanszírozásra akkor, amikor szuverenitásvédelmi törvényt tár elénk, miközben ő maga nem védi a magyar szuverenitást, és majd mindjárt átérek a Fidesz bűneire, még mielőtt túlságosan jól éreznék ők is magukat, de azért azt mégiscsak szögezzük le, hogy abban az esetben, hogyha egy külföldi hatalom amerikai globális nagyvállalatok pénzügyi, politikai és gazdasági körök finanszírozzák önöket, hiszen nyilván nem csak ez a szerencsétlen Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely volt az, aki ezeket a pénzeket kapta, hiszen nyilván nem csak 4 milliárd forintról, hanem sokkal több pénzről beszélünk, hanem önök mindannyian, akik felsorakoztak, egy koalícióba töbörültek és ott álltak a miniszterelnök jelöltjük mögött, egészen a DK-tól, a Momentumon keresztül, a Jobbikig, Jakab Péterig, mindannyian ott voltak ebben, önök is részesedtek a külföldi finanszírozásból. Ez nagyon nehéz tehát másként nevezni, mint hogy hazaárulás. De hogy miért álságos a Fidesz ezzel az egész szuverenitás védelemmel, amire most hivatkozik, arra hagyd mondjak néhány példát. Ugye kezdjük azzal, hogy ami nagyon aktuális, hogy november 30-áig kellene megnyilvánulni a kormánynak a WHO-val kapcsolatban. Tehát, hogy át akarja-e adni a magyar emberek egészségügyi adatait, ki akarja szolgáltatni a magyarokat egy olyan világszervezetnek, amelyet azok a Big Pharma, azok a gyógyszeripari cégek támogatnak, akik ők maguk is érdekeltek például az oltás bizniszben, erről nem nyilatkozik a kormány, hiába kis hónapok óta a Mi az Álmozgalom, hiába gyűjtöttünk több tízezer aláírást, ilyenkor nem fontos a magyar emberek és Magyarország szuverenitása. De gyorsan haladjunk tovább, ebben az egész szuverenitási törvényben és ami körülötte van alaptörvény, alkotmánymódosítással együtt, már elrejtették a csiráját annak, amit önök digitális állampolgárságnak neveznek. Azzal ugyanazoknak, a többek között amerikai és más nemzetközi pénzügyi köröknek szolgáltatják majd ki a magyar állampolgárokat és a magyar állampolgárok adatait, akik finanszírozzák a liberális oldalt. Digitális állampolgársággal kapcsolatos programot illeti. Egész egyszerűen, amikor azt állítják, hogy bármilyen adatok bárhova mennének, az nem igaz. Tehát a parlamenti vita során is ezt állították, attól még nem lesz igaz, hogy háromszor elmondják. Az állam semmivel nem kezel majd több adatot ahhoz képest, mint amit már most is kezel, és az eddig is rendkívül szigorú adatvédelmi szabályok az irányadóak ezután is, illetve a GDPR, a sokat emlegetett uniós GDPR, és ebben semmi változás nem lesz. Hogyha valakitől kellene félteni az adatainkat, akkor az a baloldal. Nem mintha én megadnám az adataimat a baloldali kampányokban, de volt olyan munkatársunk, aki úgy is kapott SMS-t, és jó lenne végre a végére járni. Milyen témát említett még? Szóval, ami a digitális állampolgárságot illeti, egész egyszerűen arról van szó, hogy szeretnénk megkönnyíteni az ügyintézést az új digitális felületeken keresztül, és nem az állampolgárnak kell majd többet dolgoznia, hogy bizonyos ügyeket elintézzen, hanem az államnak kell majd többet dolgoznia. Az ügyintézés, az igazolvány, illetve az aláírás is mobilra költözhet, és talán az is lényeges szempont, hogy ha ez a digitális állampolgársági program elindul, azzal egy most elfogadandó, heteken belül véglegesített uniós irányelvnek is megfelelünk majd elsőként. Ilyen is van, hogy nem vitatjuk egy uniós kezdeményezésnek a létjogosultságát, vagy akár hasznosságát, hanem egyetértünk vele, és egyébként ideje korán megkezdjük ennek a végrehajtását is. Azért is, mert hogyha a magyarok digitálisan is el tudnak majd intézni ügyeket, akkor nagyon sok időt tudnak majd megspórolni, amit másra tudnak fordítani, nem utolsó sorban ez a program a magyar gazdaság versenyképességét is javítja majd. Azt sajnálom, hogy alapvetően politikai okokból úgy látom, hogy erőteljesen támadják ezt a programot, a szavazáskor majd minden kiderül. Egy biztos nekünk meggyőződésünk, hogy a digitális fejlesztések, a digitális versenyképesség javítása, illetve az ügyintézés gyorsasága az jól szolgálja Magyarország, illetve a magyar családok érdekét. Köszönöm, hogy meghallgatott.